A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara országos küldött gyűlése 2017. november 3-ára péntekre tűzte ki a megyei küldött választások időpontját. Országosan minden megyében ezen a napon adják le szavazataikat a kamarai tagok a megyei küldött jelöltek listájára. A kamarai szerveknek ugye a jelöltjeik, azaz küldöttjei, egyrészt ugye a területi kamaráknak van küldött gyűlése, valamint az országos kamarának is, mint a legmagasabb döntéshozó grémiumok. Természetesen ugye a jelölő szervezet a nevükben is benne van, ugye jogosult a törvény és a választási szabályzat alapján jelölteket állítani a kamara leigazolt tagjai közül. Tehát ugye azt igazolt dokumentáltan kamarai tagnak kell, mert csak aznak lehet választhatósági joga. A szavazások során dől el a megyei, illetve országos tisztségviselők személye. Tehát az agrárkamarai választások végeztével derül csak ki, hogy a kamara legmagasabb döntéshozó szervének kik lesznek a tagjai. Ugye november 3-án lehet a listára szavazni, és ugye 23-án itt Békés megyében, ez már eldőlt, a alakuló ülésen lehet majd kimondani a 9 főből álló küldött állomány megalakulását, tehát a megyei küldőgyűlés megalakulását, valamint a küldőgyűlés hatáskörében ugye a megye tisztségviselőinek, illetve hogy az előbb elmondtam, annak az országos megfelelőinek a megválasztása, természetesen titkos szavazással. A kamarai tagokat levélben értesítik a szavazásról, valamint a küldött jelöltek listájáról. Szavazni november 3-án 6 és 18 óra között lehet a levélben feltüntetett szavazási körzetközpontban kizárólag személyesen, a személyazonosság igazolását követően.